ma hálát adunk azért, hogy 30 évvel ezelőtt Kárpátalja vallásszabadságot kapott, a templomok, amelyeket elvettek, újra visszakerült a jogos tulajdonosához, a gyülekezethez, és a gyülekezet a kommunista ideológiák ellenére nem gazdasági, hanem lelki célokra kezdte el használni. Istentisztelet alkalmai kerülnek megrendezésre. 30 évvel ezelőtt a főtereken bálvány állt, a Lenin szobra állt, ugye? Olyan himnuszokat kellett énekelni a magyaroknak is, ami bántotta lelküket, testüket. És ha nem emlékszünk vissza azokra a nagy szabadításokra, amelyeket Isten véghez vitt az ő népén, Izraelnek évezredeken keresztül vissza kell emlékezni, mai napig vissza kell emlékezni, hogy Isten megszabadította őket a szolgaság házából, Egyiptomból. Nekünk itt élő embereknek nem szabad elfelejteni, hogy volt olyan korszak, amikor megpróbálták az Isten igéjét bilincsbe verni, az élő vizet, az élet forrását valahogyan betakarni, eltüntetni. És egy, emlékeznünk kell azért, hogy ez ne ismétlődjön meg. Emlékeznünk kell azért, hogy megköszönjük és értékeljük, és ami van, az ne legyen olyan magától érthető, ne legyen olyan, úgyis ott van. Tehát mi sajnos akkor kezdünk el értékelni valamit, amit éppen elveszítettünk. Egy kapcsolat akkor válik fontossá, amikor már nem lehet újra ezt a kapcsolatot létrehozni. Akkor veszük észre, hogy jó volt ez a fa itt, ameddig árnyékot, amikor árnyékot tartott, amikor épp már nem tart árnyékot. Addig fontos egy folyónak a csorgadozása, amikor hirtelen csak elapad. Addig meg még bajunk is volt vele. Tehát én úgy gondolom, amikor egy közösség visszatekint, az hálaadásra indítja, érték becsülésre neveli, és óvatosságra inti, hogy újra azokat a hibákat el ne kövesse. Hátat ne fordítson az Istennek, mert annak a népnek, annak a nemzetnek van jövője, mely felemelt fejjel mer az Istenre tekinteni, ugyanakkor alázatos, de mégis céltudatos, hűséges, és amely közösség, személy, család hűséges, céltudatos, az célba is fog jutni, és az Istennek az a célja, hogy az ember örök életet nyerjen. Ez az egyház üzenete, ma is várja az Isten mindazokat, akik az ő el nem múló szeretetében részesülni kívánnak.